A mai témánk a hagyomány, hagyományaink bemutatása egy kis szeglete világunknak. Kodály szerint formái változhatnak, de lényege ugyanaz marad, míg él a nép, amelynek lelkületét kifejezi. Sokszor hallhatjuk ezeket a kifejezéseket, hogy hagyomány őrzés, hagyomány ápolás. Akkor valójában mi is ez a rejtélyes szó? Nem ápolásra szoruló beteg, vagy őrzésre szánt rab, inkább érzés, ami bennünk él, megélni, átélni, örömet lenni született. Őseink ajkáról a mélyre szálló lótak, csizmasarkok dobbanásának üteme, akár a szívünk ritmusa, nagymamán kalácsa, ami már korán reggel az asztalon illatozik, a húsvéti tojás színes, írókás vonalai, a mennyasszony ellopott papucsa, és még meg annyi érzés. Minden, amit örököltünk, megtartunk és továbbadunk át generációkon keresztül a múltból a jövő felé. Fogadják szeretettel ezt a kis időutazást, melyel kifejezzük, mit is jelent számunkra a hagyomány. Lassan kedves idő, elmúlt már az óvásztendő, az újban is vigadjanak. Ha nem adnak szalonnát, farkas ugye disznaját, görény hordja tyúkját. Húzd rá!
anya háznál? Patak mellett mentem, azt sukta egy harcsa, van a háznál kislám, hogy az Isten tartsa. Meglocsolnám rózsavízzel, hogyha előjönne, akkor az a kisleány, jaj de nagyot nőne. E húsvét ünnepnek második reggelén, tudják azt már maguk, miért jöttem én. Hamar hát előnbe, százszor szép leányok, piros rózsavizem, hadd öntözzem reátok. Azután nyugodt szívvel távozhatni, emlékül néhány szép piros tojást kapnék. Való égén folyik el a kanál is, meglocsollak téged is, meg anyád is. Szabad elocsolni! Mert te tettél nékem a kor.
Örülök, örvendek, hogy ismét megérkeztem, s rám bízott munkámat sikerrel végeztem, mert egy igen tisztelt családdal szolgálok, akit a násznagy ura még körébe ajánlok. Kérem, násznagy uram, fogjon velük kezet, s asztalnál adjon nekik helyet. Húzd rám! Most vagyok oda én is, önökben még el a százszor kizőlem. Hivatalos vagyok oda én is, önökben még el a százszor kizőlem. Én már a tudom, nagy bárom, hogy összem. Forgatja a karika gyűrűjé, sajnálja a régi szerelem. A tánc 13, az első koszorúslány nevét felírni ajánlom. A tánc 23, a násznagy uram nevét felírni ajánlom. Itt van a szép az utában, hogy mennyit van nagyobb a házasztra, valami hol van a vállal.
kicsit.